vendégem Kertész Szabolcs, és hát a karácsonyra fókuszálunk a következőkben, ugyanis Szabolcs a régi idők karácsonyának nagy rajongója, úgyhogy telepakolta itt az asztalt mindenféle jóval, a képeslaptól kezdve a zenélő forgató karácsonyfa talpon át, egészen a Jézuskához írt levélen át, mindenfélét hozott, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Szervusz, köszöntelek! Hát arról van szó, hogy azért a karácsony az általában egy meghatározó élmény egy gyereknek, és a karácsonyfához kapcsolódóan az, hogyha valahol tényleg állítanak, és az újabb divat szerint ugye az van, hogy legyen tematikus a fa, legyen rajta két szín, stb. De azért, ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, akkor azért inkább az volt a jellemző, hogy megvoltak azok a díszek, amiket évről évre feltettünk, amit szívesen helyeztünk föl. Neked mi az első karácsonyi díszélményed? Van ilyen nagy kedvenc neked a gyerekkorodból, vagy aki ennyit gyűjt, annak már minden a kedvence? Hát a gyerekkoromban nem nagyon volt lehetőség, vagy egy-két ilyen jellegzetes darab, amire emlékszem. Egy kedvenc volt, az egy gombaformájú füzér volt, uh-huh. fényfüzér. Gombaformájú fényfüzér. Igen. Aha, ez itt izgalmasan hangzik. Azért kérdezem, mert nekem például a gólya az egy nagyon komoly élmény volt, az nagymamámnál is volt, illetve otthon nálunk is, és majd a nézők látják a képek közt, hogy neked egy egész garnitúra van ebből a gólyából. Ez valami, nem tudom, ez egy különleges dísz volt, vagy nagyon, nagyon sokfélét gyártottak belőle, vagy mi alapján gyűjtötted ezt a garnitúrát össze? Hát igazából tematikusan próbáltam, de tehát ahány dísz vagy ahány forma, több különböző változata van, tehát nagyon, nagyon sok féleképpen jelent meg. Gólyából is egy lábon álló, két lábon álló, hosszú csőrű, rövid csőrű, tehát rengeteg változata van. És ez egy érdekes dolog, már csak azért is, mert gyerekként egyáltalán nem gondoltam bele, hogy kerül a gólya a karácsonyfára. Tehát, hogy mert még az van tényleg az ember hóembert aggat rá, vagy gombát, de hogy a gólya az hogy kerül rá. Ezekkel is foglalkoztál? Nézegettél dísztörténetnek utána, vagy inkább te csak a tárgyasultság iránt voltál? Hát próbáltam, viszonylag kevés szakirodalommal. Úgyhogy, hogy ez egy piaci érés neked. Igen, tehát lesz mit kutatni. Uh-huh. Igazából nem volt története. Én azt gondolom, hogy az akkori életből merítettek, amit meg lehetett formázni, azt megtették. Világos. Jó, a díszeken kívül pedig, ahogy a felkonban is mondtam, és főleg itt előttünk, most nem is díszek vannak, ennek elsődlegesen az az oka, hogy olyan szépen el vannak dobozolva, hogy nem is fért volna ide az asztalra, de hát a nézők közben látják a képeken, hála a vágó kollégáknak. Képeslapokat is gyűjtesz. Mit kezdtél el előbb gyűjteni? Képeslapokat vagy díszeket? Képeslapokat, de nem kifejezetten karácsony, csak régi képeslap volt. Uh-huh. Mennyire kellett réginek lenni, hogy felkelse Kertész Szabolcs érdeklődés? Hát mondjuk 1945-ig. Aha, hát akkor hát az előtti, igen. Kellett lennie. És itt például előttem kifejezetten háborús képeslapok vannak az első és második világháborúból. Van, ami ezek mindegyike címzett egyébként? Most hát, a zöme, igen. A zöme, igen. Hol lehet ilyenekbe beleszaladni? Már úgy értem, hogy nyilván, nem tudom, mindenkinél adott esetben lapulhatnak ilyen, hogyha megtartották a nagyszülőknek a levelezését, ha elpakolták, de hogy gondolom, te nem házról házra csöngetsz, hogy csókolom, van eladó képes lap. Tehát, hogy hol lehet ilyenekbe beleszaladni? Hát gyakorlatilag az összes bolha piacon és régiségpiacon jelen vagyok. Hál' Istennek elég sokan tudják már, hogy ez a szenvedélyem, és sokan szólnak, hogyha valami engem érintő tárgy felbukkan. Hát így gyarapszik. Mekkorára gyarapodott már ez a... Hát körülbelül 2500 darabon van. 2500 képes? Nem, a díszekkel együtt. Díszekkel együtt. Aha. Szintén itt van két érdekesség még az asztalon. Ezt a karácsonyi levelet kérlek, hogy mutasd már be, mert hogy ez igazából két darab karácsonyi levél, de hogy ez 1904-ben volt formagyártott a gyerekeknek, ahova csak le kellett írni, hogy mit szeretnének,
és hogy mit ígérnek cserébe. Ugye jól látom, hogy van egy forma nyomtatvány a Jézuskának. Igen, az egy előre nyomtatott, vagy egy nyomtatvány volt. Igazából ezen a két darabon kívül nem is ismerek többet, tehát nem volt egy gyakori. Valószínűleg meg sem is ült, ha volt. De úgyis, hát elküldték a Jézuskának. Igen. Ezeket nem sikerült feladni. Igen, valószínűleg azért maradt meg. Ennek az érdekessége, hogy ezt 1904-ben írta egy bizonyos Vas Zolika, vagy Zoltán, bocsánat, nem olvasnám fel, vagy de nyugodtan felolvashatod. Jó. Mit kér Vas Zoli? Kedves Jézuska, kért egy szép táblát, egy szép palavesszővel, egy szép ceruzát. Következő kívánalmaim, tessék hozni egy nyilat, és tessék hozni egy hegedűt, tessék hozni egy kő építőszekrényt, és tessék hozni egy gumipatronyos puskát. És akkor hát voltak ígéretei, én nem leszek rossz, én nem feleselek, és szót fogadok. Tehát, hogy alapvetően akkor ez a klasszikus ígéret halmaz, és akkor hát a Jézuska meg válaszol, hogy mit hoz ezekből, vagy hát ha mindent hozta, akkor nagyon gazdag Jézuska volt. Ez a kőépítő szekrény, ez elképesztően érdekesnek hangzik, hogy mi lehetett ez. Igen, és tehát ami érdekes, ez körülbelül 15 éve került a tulajdonomba, és az idén hozzám került, szintén 1904-ben íródott, a testvérének, Vas Tibornak a kis nyomtatványa. A levele. Hogy ennek mond már el a történetét, mert ez elképesztően érdekes, hogy 15 éve elteltével egy másik forrásból jutott hozzád, vagy rájött az előző forrás, hogy amúgy van még egy? Nem. Ez egy árverésen bukkant fel, és egy olyan ismerős vette meg, aki tudta, hogy ezt gyűjtöm, vagy akár azt is tudta, hogy nekem a párja megvan, és így jutott el hozzám. Minden dolog nélkül milyen értéket képviselnek árban, mondjuk azt mondod, hogy ez egy árverésen bukkant föl. Milyen árban megy el egy ilyen? Csak egy túligott nagyságrendileg, hogy mi ez, tízezrek, százezrek, millió? Nem, Isten őriz, nem, 1000 forint, ja, mondjuk a több ezerig. Értem, de hát akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy mondjuk ezek a 30-40-50 ezer forintos tételek, de hogy azért nyilván a papír akkori árának azért jó, tehát hogy ténylegesen van ennek akkor egy, hát ha aukcióra megy, akkor nyilván van olyan értéke. Aha, jól van. És ketten voltak testvérek egyébként? Hát azt nem tudjuk, majd ha beesik egy harmadik darab, akkor akár hárman. De, és egyébként semmit nem lehet semmit tudni, nem semmi más nincs is rajta, csak ennyi, hogy Vas. És az előző az honnan került hozzá? Az is aukciós volt? Nem, azt egy barátomtól vettem. Uh-huh. Értem. Jó, tehát akkor csak úgy semmilyen nyomod nincs akkor erről a Vas családról. Nincs. De biztosan izgalmas lenne ez is. És egy kicsit beszéljünk erről a monstrumról itt, ami elárulhatjuk a kedves nézőnknek, hogy az előző vendégem Cservenák Péternek is van köze ahhoz, ehhez a bestiához itt az asztalon. Mi ez, kérlek? Ez egy zeneszerkezetes karácsonyfa talp, ami forgatni tudja a karácsonyfát. Uh-huh. Az 1900-as évek elejéről, hát pontosan nem tudom datálni, és annyi az érdekessége, hogy hát elég rossz állapotban került hozzám, Vácon vettem valamikor, és Cservenák Péter barátom javította. A zene szerkezetet kellett elsődlegesen, meg vagy a motort benne, ami forgatni? Hát tisztítani kellett, uh-huh. és a mondjuk a zene szerkezetet uh-huh. javítani. Mit játszik egyébként? Hát fel tudom. Hát egy nüanszot, meg az egy jó lefezető zene is egyébként, mert nagyon hangos. Sokkal lassabban forgatja, mint ahogy számítottam, azt hittem, hogy... Ez tulajdonképpen ugyanaz, ugye? Ez a kis domború henger, ami ezek a felhúzható zenedobozok, ugyanaz a mechanika van benne gyakorlatilag. Igen, egy henger, ilyen tüskék vannak rajta, uh-huh. és egy fésűt. Fésűt mozgat, aha. Megnézhetem, hogy ez így? Azt hittem nehezebb, bár nem könnyű, de ez nem izgalmas.
Ezt... Megállítsam? Teljesen jó ez itt alá. Ez majd a hangmérnöknek lesz a dolga, hogy megoldja. Szoktad-e betenni a fát otthon? Egyszer. Egyszer kipróbáltam. Tehát egy viszonylag könnyű fa megy bele. Aztán elbírja. Világos. De, tehát ugye, ha égősor van a fán, akkor feltekeri, akkor nem. De létezik egyébként, tehát van ezen kívül még három zeneszerkezetes talpa, és van olyan, amin egy ilyen érintkező villa van az oldalán, és valahogy meg lehet oldani azt, hogy ne tekerje fel, tehát az adja az áramot. De jó. Tehát akkor még erre is van, aki gondolt, hogy az izzósort ne tekerje rá. Hát akkor ez mindenki, ez egy mérnöki csoda, hivatkozhatunk rá így. Hol lehet megnézni ezeket a tárgyakat, Szabolcs? November 25-én nyílik a harmadik kiállítás. A Kék Házban, a volt Elefántos Ház, vagy most nem tudom mi a... Igen. Elefántos Ház, Kék Ház a főtéren. Igenis, december 30-áig látogatható. Csütörtökön 15 órától 18 óráig, akkor vagyok én, tehát minden csütörtökön, akkor akárki is tudok nyitni egy-egy vitrint, fel tudom húzni, hogy meg lehet hallgatni, hogy egy-két dolgot ki lehet próbálni. Lehet kérdezni. Akár, és péntek, szombat, vasárnap pedig 10 órától 18 óráig tart nyitva. Világos. Jól van. Én kívánom, hogy minél többen menjenek el, és hát azért szerintem mindenki találhat ezek közt a díszek között olyat, ami a szívének kedves és szép emlékeket idéz. Ezek meg mindenképpen érdekesek, és hát az, ami most már egy gyakorlatilag kiveszőben lévő dolog, a karácsonyi képeslap küldés, hogy ez egyébként mennyire együtt volt velünk az elmúlt évszázadban végig, sőt korábban is, csak ezekre is mind rá lehet csodálkozni. Nagyon szépen köszönöm, Szabolcs, hogy elfogadtad a meghívásunkat, sok sikert kívánok a további vas gyerekek felkutatásához, illetve zenélő karácsonyfatalpak gyűjtéséhez, és minden egyébhez is. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, amit csinálsz, és nagyon sok örömet, kitartást és sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.